Pávai Vajna Ferenc kutatásai nyomán városunk területén először 1925. október 26-án tört fel a föld mélyéről a gyógyvíz, vagy ahogy akkoriban nevezték, a forró arany. Az évfordulóra minden évben több helyszínen is megemlékeznek a Hungaroszpa Hajdúszoboszlói ZRT vezetői, a cég munkatársai. Sokan kíváncsiak arra is, hogyan jutott Hajdúszoboszló híres gyógyvizéhez. Mikor 1924-ben leszálltam Szoboszlón a vicinálisról, koromsötét volt. Csak az állomás mögött pislákolt egy lámpa, egy másik meg a messzi piac téren. Aztán furtunk itt néhány kutat, és az élet vizét nyertük belőle. Ez a néhány kút jelent ma Hajdúszoboszlónak szinte mindent. A csodaforrás nélkül városunkban semmi nem úgy alakult volna. És most nem kérdeznék az idegenforgalmi szakemberek. Szoboszlónak mi a titka, hogy ilyen csodás eredményekre képes? A csodát Pávai Vajna Ferencnek köszönhetjük, aki már akkor tudta szénhidrogén helyett a város fejlődése szempontjából igazi kincset talált. A mélyfúrás helyének kijelölését és a munkálatok vezetését dr. Pávai Vajna Ferenc kőgeológus irányította. A feladat az volt, hogy a sík alföldön oldjuk meg a szénhidrogének, a földi gáz és a nyersolaj kutatás földtani problémáit. A szakma sokáig kételkedett. De sok oldalú kutató tevékenység után 1925. október 26-án Hajdúszoboszlón a Bánomkertben sikerkoronázta munkánkat. Miután 73 fokos fenékhőmérsékletű kitűnő gyógy összetételű vizet és több mint 1000 kalóriás földi gázt nyertünk, a további kutatási programból elálltunk, hogy ezt az eredményt a város hasznosíthassa. Ez a mai nap egy jeles nap, hiszen 91 éve annak, hogy ez a csodálatos kincs a felszínre tört itt Hajdúszoboszlón. Trianon után ugye tudjuk jól a történelemből, hogy az ország kétharmada, a bányák 90%-a elveszett az országnak, és ugye már a 20-as évek elején elindultak azok a kutatások, hogy hol lehet valamiféle energiát nyerni, és így kezdődött el az Alföldön is a kutatás. Legelőször is itt Hajdúszoboszlón szénhidrogén után kutattak, és hát ennek a fő vezetője Pávai Vajna Ferenc, akit ma már a héjvizek atyának nevezünk, hiszen az, ami eredményre vezetett az ő munkásságaként, az nekünk a mai napig az alapot jelenti, a kiinduló pontot és a lehetőséget. És hát akkor, amikor ő azt emlegette, hogy Hajdúszoboszló világfürdővé legyen, akkor tulajdonképpen meg is határozta számunkra azt a mértéket, azt az irányvonalat, amit követtünk az elmúlt évtizedekben, és hát szerintem követni kell a jövőben is, hogy mindig egy modern, korszerű fürdőt tudjunk adni, amely a város polgárainak és az ideérkező embereknek a jobbulását és a boldogulását szolgálja. Dr. Sovágó László és Ceglédi Gyula először Pávai Vajna Ferenc mellszobrát koszorúzták meg, majd az egybegyűltek átsétáltak az egyes kúthoz, ahol emléktábla is jelzi a 91 évvel ezelőtti eseményeket. A megemlékezés a temetőben ért véget, ahol Ceglédi Gyula elmondta. Azt gondolom, hogy valamennyiünknek erkölcsi kötelessége nekünk, a mai generációnak és az utánunk jövőknek is, hogy az ő emlékét, az ő nagyságát ápoljuk, amíg csak ember emlékezik rá.